és kíváncsi voltam, hogy mi lesz a reakció erre a kezdeményezésre. A magyar nép az egy gyógyító nép. Annyi földetek legyen, amennyivel elbírtok. És az volt a koncepciónk, hogy alapvetően itt nem jelenik meg direkt a politika vagy politikusok, akiknek van ilyen vonatkozása, ők is egyetértettek ezzel, és a politika részéről is olyan személyeket igyekeztünk idehívni, sőt, nem csak igyekeztünk ténylegesen, akik valóban érik ezt a koncepciót, nem csak ígérik, illetve letettek már valamit ezügyben az asztalra. Úgyhogy Dózs Dávid országgyűlési képviselőt inkább így ilyen oldalról szeretném röviden bemutatni, akinek polgármesteri tapasztalatai is vannak, de ami fontos ebben a vetületben és vonatkozásban, hogy a Parlament mezőgazdasági bizottságának a tagja, illetve a mezőgazdasági kabinetjének az elnöke, és ami szerintem az egyik legfontosabb, hogy aktív mezőgazdász. Fogadják szeretettel! Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, hát nem szerettem volna politikusként beárnyékolni ezt a gyönyörű szép napot, de látom, hogy a rendezők résen vannak és egy lámpával igyekeznek megvilágítani, hogy ez az árnyék ne jöjjön létre. Hát látom, hogy a politikus szó hallatára megfeleződött a tömeg és üres facsorok lettek, de megígérem, hogy igyekszem árnyalni ezt a nagyon negatív sztereotípiát. Talán kezdjük az elejéről. Az igazság az, hogy a politika szó hatására nem véletlenül üresedtek meg a padsorok, hiszen az elmúlt 33 évben és az azt megelőző időszakban is az éppen akkor politikával és a most politikával foglalkozó emberek tettek ezért épp eleget. És hát pont a mezőgazdaságnak, az önfenntartásnak, az önellátásnak nem az elősegítői voltak a politikusok és maga a politika, hanem pont a kerékkötői. Mi viszont a politikára, jó magam is, csak úgy gondolok, mint eszközre, és ez az eszközzel szeretném elérni, hogy azokat a célokat, amit itt önök megfogalmaztak a mai nap, és amiről én is fogok beszélni, azokat el tudjuk végre érni, hiszen más választásunk nincs. Amikor a mezőgazdasági bizottság első ülésén részt vettem, és hát én magamat apostrofálni egyszerű palóc paraszt gyereknek szoktam, akkor hatalmas nagy megtiszteltetés volt, hogy az agrárminiszter úr, aki akkor még igaz miniszter volt régen, de akkor most jelölt minőségében mutatkozott be, nekünk számolt be arról, hogy milyen tervei vannak, és milyen jövőt képzel el a magyar agráriumnak. És hát utána lehetett reagálni, és én mondtam az agrárminiszter jelölt úrnak, akit aztán mindenki nagy várakozására mégiscsak megválasztott a bizottság, úgyhogy továbbra is ő viszi ezt a szerepet, hogy ez nagyon szép, amit elmondott. Sőt, ellenzéki politikusként azt kell, hogy mondjam, hogy én 120%-ban egyetértek az elhangzottakkal, csak egy valamit nem értek. Hogy közel 12 év kétharmados kormányzása, az hogy nem volt elég ahhoz, hogy rájöjjünk azokra a dolgokra, amik most hirtelen evidenssé váltak. Miért kellett ahhoz a keleti szomszédunkban egy háborúnak kitörnie, hogy rájöjjünk, hogy kiszolgáltatottak vagyunk? Nem csak az energia terén, hanem a legnagyobb szégyen egy agrárországban, Európa éléskamrájában, hiszen a monarchián belül ezt a szerepet töltöttük be, hogy nálunk nagyon gyorsan egy élelmiszer válság is végig söpörhet ezen az országon, és ezt én végképpen nem tudom értelmezni. Hiszen hogy is lehetne értelmezni, hogyha mi most már sajnos 10 millió alá apadt nemzetünk, több mint 30 millió ember számára tud egészséges, minőségi élelmiszert előállítani, akkor hogy a fenébe lehet az, hogy mi mégis most egy élelmiszerválsággal fogunk küzdeni? Hát ez nagyon egyszerű. Amikor ide tartottam a szomszéd megyébe, Győr-Moson-Sopron megyébe még a kampány idején,
akkor nem értettem, hogy hova a fenébe megy annyi kamion, mert én nem győztem őket előzgetni az autópályán. És amikor végeztem a két fórumommal, akkor mentem hazafelé, Nógrád megye felé, és nem értettem, hogy már megint honnan jönnek ezek a kamionok, hiszen megint csak azokat előzgettem végig az autópályán. És hát valahogy úgy elkezdtem volt időn gondolkodni, összerakni a képet, hogy mégis mit szállíthatnak ezek a kamionok. Hát nagyon egyszerű. Kifelé az első osztályú magyar élelmiszer alapanyagot, amit aztán majd mondjuk csak itt a közvetlen szomszédunkban, Ausztriában a magyar vendégmunkások feldolgoznak, a prémium minőséget elviszik még nyugatabbra, mondjuk Németországba, hogy megtartják maguknak, még a silány, selejt, melléktermékek hazahozzák jóindulatúan nekünk, és természetesen méreg drágán többszöröséért eladják nekünk, mint amennyiért ők a minőségi portékát innen beszerezték. Tehát ezeknek a kamionoknak az én olvasatomban nagyjából ez volt a szerepe, és egy kicsit tovább gondolkodunk józan paraszti észre, akkor nem igazán értem, hogy nekünk erre miért van szükségünk. Hát hogy lehetséges az, hogy ebből az országból addig, amíg nem etettük meg a saját 9,5 millió honfitársunkat, addig innen egy krumpli is kigurulhat. Innen egy vágó marha is kimehet. És hogy lehet az, hogy amíg a magyar gazdálkodók nem tudták tisztességes áron értékesíteni a saját termékeiket, addig ide bejöhet mondjuk a spanyol paradicsom, a lengyel disznóhús, és még folytathatnám a sort mondjuk a kínai fokhagymával, amit nekem senki nem akarja megmagyarázni, hogy az hogy lehetséges, hogy Kínából olcsóbban érkezik be a fokhagyma, mint hogyha itt helyben megtermelem. Mert hogy a gazdaságunkat azt védeni kellene, egész egyszerűen azért, mert hogyha védjük a saját gazdaságunkat, akkor magunkat erősítjük, és nem hagyjuk egy kiszolgáltatotti viszonyba, egy kiszolgáltatotti sorba taszítani, de valahogy ez a védelem, ez elmaradt. És mi lehetett ennek az oka? Hát itt egy kicsit messzebbre kell visszanyúlni, hiszen tudjuk, hogy a sokak által nem pontos történelmi ismeretek alapján ismert vagy bemutatott horti korszakot mumusként szokták emlegetni, de azért maradjunk annyiba, hogy az én dédszüleim egytől egyig 1920 környékén születtek, ebben az érában nevelkedtek, és azt mondták, hogy valóban szegénység volt, de ezért nem egy személyben azt az államférfit okolták, aki több válság közepette kivezette az országot a slamasztikából, hanem a körülményeket. És az is tudva levő volt, hogy a vidéki embert azért nem igazán segítette az akkori rendszer, mert ha a városiakat nem segítette volna, ők tömegével haltak volna éhen. A vidékinek pedig tudta jó akár a kormányzó is, vagy a miniszterei, hogyha egy mag van a zsebében, akkor ő már azt termőre fogja fordítani, és ők meg fognak élni a jég hátán is. Hát ez így is történt, viszont ezt sem nézték a világon jelölt urai jó szemmel, és hát az ezt követő rendszer, ami egy elnyomó rendszer volt, a kommunista rendszer, megpróbálta teljes mértékig elszakítani a magyar embereket is a földtől, megpróbálta kiölni belőlük a föld, az anyaföld szeretetét, és hát egy nagyon jó barátom, Zalamegyei barátom szokta mondani, hogy a panel programmal szó szerint elszakították őket az anyaföldtől, és a harmadik, negyedikre költöztették be az addig generációkon át tradicionális mezőgazdás családok sarjai. És hát ez azt eredményezte, hogy szépen lassan kiürült, elfogyott a vidék. Nem tudom, hogy itt önöknek mi a tapasztalata. Nekem Nógrád megyében az a tapasztalatom, hogy a mi kis településünk, amit volt szerencsém 7 évig vezetni, és remélem, de hogyha ellátogatnak arra, akkor győződjenek meg önök róla, hogy egy fejlődő pályára állítani. A mi kis településünk Cserháthaláb a fénykorában, az 1840-es években, közvetlenül a szabadságharc előtt, 840 lelket számolt, könnyű megidézni az évszámból, és hát egész egyszerűen egy, úgy gondolom, hogy gazdasági Kánaán volt akkoriban ezen a településen, hiszen volt agyagbányánk, volt kőbányánk, volt homokbányánk, volt egy salétromgyárunk, egy most kapaszkodjanak meg, Kaposváron van egy, de ez egy kis falu, de itt is volt egy osztrák bankár által épített cukorgyárunk, és hát az a kis véletlen adódik a történetbe, hogy volt egy malma is a településnek, az mondjuk pont az én felmenőim tulajdonában volt. Tehát mindenük megvolt ahhoz, hogy önellássák és önfenntartsák magukat. És hát ez a település, amikor én 7 éve hosszas viszontagságok után átvettem, akkor 329 főt számolt. Tehát igazság szerint másfél, kicsivel több mint másfél évszázad kellett ahhoz, hogy közel az egyharmadára, de kevesebb, mint a felére apadja ez a település.
És hát ez azért lehetséges, mert a kicsit igényesebb réteg, akik kicsit szerettek volna többet, akik esetleg már teljesen megszakították a földdel való viszonyukat, azok elköltöztek erről a településről, és ahogy a mi településünk, úgy az ország többi kis települése is szépen lassan kiürült és elfogyott, és hát láthatjuk, ahogy mondjuk Zala megyébe, vagy Borsod megyében egész egyszerűen kivesznek települések, 2-3 ember kószál vagy lézen még benne, ha a pestiek felfedezik, akkor esetleg egy üdülőfalut csinálnak belőle, miután megvásárolták, vagy hát most már nálunk az új trend Nógrád megyében, hogy jön egy holland telepes, megtetszik neki a falu, megveszi az egész falut, és onnantól kezdve rendezvényeknek és egyéb dolgoknak lehet kibérelni tőle. Hát én a magyar vidéknek nem egészen ilyen sorsot, nem egészen ilyen jövőt szántam, hanem én nagyon komolyan gondolom, és azt gondolom, hogy ha valaki komolyan gondol valamit, és kitűzi a célt, és teszi érte eleget, akkor semmi nem lehetetlen ezen a világon. Én nagyon komolyan gondolom, hogy a magyar vidéket azt újjá kell éleszteni. Hiszen a magyar vidék az, ami ennek az országnak a mozgató rugója, a húzó motorja kell, hogy legyen, hiszen próbálkoztak már itt azzal is, hogy a vas és acél országa legyünk. Hát ezt nem tudom, látom, hogy itt azt még véletlenül sem mondanám, hogy nálam idősebbek is vannak, de vannak olyanok, akik már azért lényegében több tapasztalatot szereztek, mint én. Hát ők tudhatják és első kézből tudnak beszámolni arról, hogy ez nem jött be. És hát most mi a tendencia? Most pedig azt láthatjuk, ahogy külföldi multik és nacionális cégek jönnek ide, és egy autóipari összeszerelő üzemmi akarják degradálni, ami gyönyörű, tejjel, mézzel folyó Kánaán országunkat. Én azt gondolom, hogy ez se a mi útunk. A mi útunk az egy egészen másik út. A mi útunk az azt kéne, hogy legyen, hogy azokat a természeti adottságokat, amikkel rendelkezünk, ezeket nem kihasználva, hanem ezekkel ügyesen szimbiózisba kerülve kéne annak érdekében felhasználni, hogy a magyarság ne fogjon, hogy a vidék ne kiürüljön, hanem újra egy fejlődő, gyarapodó pályára álljon, hiszen én azt gondolom, hogy azok a vészszeres idők, amik megmutatták most itt a foguk fehérjét az elmúlt egy-két évben, azok beigazolták azt, amit én már régóta mondok, hogy egyedül a vidék lesz élhető, és a kis közösségek lesznek azok, akik át fogják tudni vészelni nagyon nehéz előttünk álló időszakot. De miért mondok én ilyeneket? Hát azért mondok ilyeneket, mert láthattuk, ahogy egy pandémiát, egy világjárványt akasztottak ide a nyakunkba. Én nem szeretek ezzel viccelődni, mert ebbe is haltak meg emberek állítólag, és hát mindenkit, aki meghalt, aki autóbalesetben vagy vonatbalesetben meghalt, azt is a Covid javára könyvelték. Én a saját tapasztalatomat tudom elmondani. Én azt tudom elmondani, hogy én bejártam ezt az országot keresztbe Kasul, Töviről Hegyire, és még a Gúnyhatár külső széleit is meglátogattam, és én nem találkoztam ezzel a betegséggel, ne kövezzem meg senki, lehet, hogy a palócokra nem fogékony annyira ez a betegség, de egy biztos, hogy a településemen próbáltam valamilyen mérőszámot felállítani, és hát amikor jött Mari néni, akkor bekopogott az ajtón, és mondta nekem, hogy polgármester úr, mondom, Mari néni, ne bohózkodjon, jó az a Dávid Kám, mint hogy eddig volt, Dávid Kám, hát akkor mi a helyzet, hogy beoltassam -e magam? Hát nem tudom, tessék kinyitni az ajtót, és nézze meg, hogy a névtáblámon van-e doktor. És hát szomorúan konstatálta, hogy nincs, mondta meg, hogy hát akkor ne engem kérdezzem, a házi orvos följebb rendel vagy 100 méterrel, tőle kérdezze meg. És hát lehorgasztott fejjel elindult Mari néni, mert hogy eddig mindig adtam neki valamilyen tanácsot, de hát mondtam nekik, hogy azért hátrább az agarakkal ne siessen annyira, hiszen a józan paraszt észre próbáljuk ezt végig gondolni, akkor lehet, hogy mi is doktor nélkül meg tudjuk állapítani, hogy mire van szükség és mire nincs. És hát mi arra a következtetésre jutottunk, feltettem az első kérdésem. A mi településünk a többek által áldásosnak nevezett munkám hatására 329-ről most 384 főre emelkedett, ami Nógrád megyében egy különösen hátrányos helyen, nem hiszem, hogy rossz eredmény 20%-kal növelni a lakosságot. Ez egy akkora kis közösség, ami reprezentatív eredmény mérésére már megfelel. És hát megkérdeztem Marinét, hogy hanyan haltak meg az elmúlt időszakban, mondjuk a Covid-járvány következtében. És hát felsorolt 3-90 év fölötti vetélytársat, és mondtam, hogy őket nagyon szeretjük, nagyon sajnálunk is, hogy nyugosztalja őket, de ami meghaltak, az biztos, hogy nem ez volt, mert az egyiknek szomjaktörése volt, a másik egész egyszerűen meghűlt, a harmadik pedig a kórházban kapott el valami nyavaját, oda sem nagyon érdemes már menni, de szerintem itt az előttem szólók ezt már elmondták.
És hát mondom, akkor mondjon valakit, hogy ki volt az, aki nagyon súlyosan megbetegedett. És hát mondott két embert, és mondtam neki, hogy jó, hát akkor boncoljuk tovább ezt a dolgot. Ez a két ember ez bement a kórházba, ahol azt mondták, hogy ugye 10% esélye van az embernek túlélni. Mondjuk, hogyha ne adj Isten az oroszok, vagy éppen Amerikán indít egy atombombát, 10% esélye még akkor is, amikor ne ijedjen meg senki. Vagy hát mondom, otthon maradt, és legalább az 50-50 elvét választotta, vagy megmarad, vagy nem, és kigyógyította magát ebből a nyavajából. Hát ők az utóbbit választották, és nekünk 100% volt a gyógyulási ráta, hiszen mindkét ember életben maradt, és azóta is a közösség aktív tagjai. És arra jutottunk Mari nénivel, hogy akkor talán nem eszik olyan forró ezt a kását, és elment haza, megnyugodva, és azóta is kapálja a kertét, ahogy eddig is tette, és semmi baj, köszönjük szépen. És a kormány megbízott úr felhívott, hogy nagyon nem jók az eredményeink. Nem fog sokat covidozni, de így kellett a történet, ezt így hagyj fejezzem, engedjék meg nekem. És mondom neki, hogy hát, kormányegyzat úr, most már Fő István úr, elnézést kérek, tehát megpróbálom majd belejönni magam ebbe az új szerepkörbe is, hogy hát milyen eredményeink nem jók. Hát a település teljhatalmú vezetőjeként, mert ugye, hogy a veszélyhelyzet alatt ilyen is kiállt nekünk polgármestereknek, hát csak tudnék róla, hogyha nagyon sok betegünk lenne. Ja, hát azt ő nem tudja, hogy mennyi betegünk van. Hát mondom, akkor milyen eredményeink rosszak a pénzügyi, tudom, mert az állam kirabolt minket, a kormánynak az élen, és a gazdaságilag eléggé megvészelt ezt az időszakot, jaj, hát polgármester úr, ne politizáljon már állandóan, helyére tettük a dolgokat, és hát még mindig kíváncsian vártam, hogy akkor milyen eredményeink azok, amik nagyon rosszak. És hát azt mondja nekem, hogy hát nagyon kevés az oltottunk. És hát mondom neki, hogy én ezt értem, na de hogyha nem sok a betegünk, akkor kit érdekel, hogy mennyi az oltottunk. Tehát, hogy milyen összefüggés hámoznak önök ki ebből, azt nem tudom. Én minden esetre arról győződtem meg, hogy úgy látszik, hogy mi oltás nélkül is egy hibrid faj vagyunk ott a cserhát dobjai között, és nagyon jól átvészeljük ezt a dolgot. És hát én kihúztam magam, ugyanis nem arra vagyok a legbüszkébb, hogy felújítottam a művöldési házat, leszigeteltem az óvodát, újabb utcát csináltam, vagy telkeket vásároltam, vagy ezer dolgot, amit egy polgármester csinál. Nem arra vagyok a legbüszkébb, hogy még egy ilyen nagyon súlyos döntésben is, amikor közvetlen az életével játszik az ember, ugye a médiából ezt hallottuk, még ebben is az a kis tábor, aki engem tartott a vezetőjének, engem követett, nem a médiát. Úgyhogy nekem ez volt a legnagyobb elismerés. És hát azt pedig láthattuk, ahogy a gazdaságot megállították, így függ össze az önellátás nem fenntartása jobban, egy ilyen pillanat állal, és hát az emberek nem igazán tudtak ezzel mit kezdeni. Hiszen olyan alapvető termékek, amik addig karnyújtásnyira voltak a boltok polcaink, azok elfogytak a levegővel együtt előlük, és hát pánikszerűen élték ezt meg. És hát mondták ott, hogy hát ők nagy bevásárlásra indulnak az ismerőseim is, és hát ők vettek 10 kg cukrot, 20 kg lisztet, milyen jó volt nekik, mert most már ezt nem tudnánk megtenni a boltba, csak ugye 10 nap sorbálással körülbelül itt a kvóták miatt. És hát mondtam, hogy hát ez egy nagyon erős alapfelszerelő kezdőszett, hát mondom, ennél kicsit azért jobban készültem, és mondja, hát miért te mit vettél? Hát mondom, én vettem 1000 lőszert, 100 kg sót, 4 malacot és 15 borjút, mondom, mi el leszünk egy ideig, és azt hitték, hogy viccelek, de nem vicceltem egyébként. Úgyhogy mi úgy gondoltuk, hogy akármilyen idő jön, nekünk nem a boltok polcairól kell az utánpótlást megoldani, hanem a saját kertünkből, a saját legelőnkről, vagy hát az erdő Isten adta padjai közül, és hát megpróbáltuk ezt a vidéken mi máshogy értelmezni, és hát mi vetőmag kénbankot hoztunk létre, mi vetőmagot adtunk az embereknek tavasszal, és hát voltak is olyanok, akik úgy gondolták, hogy ezt a fűnyíró traktort azt inkább bent hagyják a sufniba, és felássak egy szegletet, és már vetettek egy kis zöldséget, mert rájöttek, hogy az a biztos, amit a saját kertjébe tud leszedni. Biztos volt eddig, mert hogy most olyan világ fog jönni, amikor lehet, hogy amit elvett, azt nem ő fogja leszedni, hanem más éhes emberek, hiszen nagyon efelé megy a világ, de a lényeg az, hogy azért mindenkinek az önellátásra, az önfenntartásra kell törekednie, mert azt láthatjuk, hogy az a rendszer, ami elkényelmesítette az embereket, az ideig óráig tart. De hát ez nem véletlen, ez tudatos, hiszen amikor a feleségem kérve-kérve állt, hogy a gázt köttessük be, akkor én harcoltam ezzel, nem mondtam, hogy sok mindent, hogy nem félek a világon, a jó Istenre hallgatok egyedül, és a gáztól és a medvétől félek egy kicsit, úgyhogy mondom, szerintem ezt a gázprojektet ezt elhalasztjuk, és most rádom az eszem, hiszen ez az energiaforrás, ez most 1000 kilométerről ott épp egy gázcsappal elzárható, és ha nincs gáz, akkor van igazán gáz, hiszen elég sok család fog fázni.
De hát nem kell aggódnunk, mert Magyarországon azért van elég sok erdő, gondolom itt Pas megyébe is, illetve ahol én érkeztem Nógrád megyéből, ilyen legerdősültebb megye vagyunk, 44%-a erdő a mi kis megyénknek, és hát ennek a 44%-nak még felette van az a útszéli fasorok és elfásolott, elbozótosodott legelő tömkelege, amivel rendelkezik a mi kis megyénk. Hát mi fázni biztosan nem fogunk, gondoltam én laikusan. És hát az éjjel én beszéltem egy erdész barátommal, és nem igazán értettem akkor még a logikai összefüggést, de hát mondja, hogy őt kényszerből kijelentették több erdő részletről, és hát most nem tudja beadni a vágásengedélyeket, és hogy most az elég kellemetlen helyzet bosszú őt, mert hogy a kuncsafi az állandó vevői, azok így most nem lesznek kiszolgálva. Hát mondom, ez biztos valami bürokratikus katvasz, és csak ez miért lehet. De amikor több erdőgazdálkodó barátom mondta nekem ezt, illetve amikor magam is szembesültem ezzel, akkor elkezdtem keresni a miértjét. Miért lehet ez? Hirtelen a környezetvédő lett a magyar kormány, ezt nem hiszem, mert ugye környezetvédelmi tárcán nincs is, tehát gondolom, hogy nem a környezet számít leginkább, illetve hát az erdőkre most adták éppen a kilövési engedélyt, hogy ennek biztosan valami más oka van. És hát most, hogyha elkezdünk egy kicsit együtt gondolkodni, akkor rájövünk erre a másokra, hiszen egy számot mondok önöknek, a magyar lakosságnak az eddigi, ugye eddig nagyon sokan fűtöttek gázzal, árammal és egyéb energiahordozókkal, hát ez már megszűnt, ugye, mert hogy a gáznak és az áramnak most már olyan ára van, amit nagyon kevesen engedhetnek meg maguknak, tehát most fog majd a fának a szerepe felértékelődni, de ezzel a felértékelődésre az ára is igen borzosan megugrott, és hát eddig kellett a magyar lakosság ellátásához 3,5 millió köbméter. És hát, hogyha minden adott, akkor ne essünk pánikba, ugye? Hát gondoljuk mi ezt így, de hát a döntéshozók nem így gondolták, úgyhogy ők egy kis pánik hangulatot próbáltak ránk kerültetni, és mesterségesen a kis hivataljaikkal és a bürokrata útvesztőikkel mesterségesen kivontak ebből a 3,5 millió köbméterből 1 millió köbmétert. Ez azt jelenti, hogy 30% hiányt eredményezett ez a piacon, illetve azt jelenti, hogy a többi energiahordozónak a meg nem fizethetősége miatt újabb 30%-ra szükség lenne, tehát itt már 50% alá ment a tűzifellátás jóval hazánkban, és hát ez nem csak az árakat verte fel, hanem most már gyakorlatilag kivételes ember az, aki tűzifát tud venni ma Magyarországon, mert hogy nekem azok az információk jönnek, hogy az erdészetnél a megrendelhető, alanyi jogon járó családonként 10 köbméter ársapkás fa, az nem, hogy depó nincsen, ez azt jelenti, hogy készleten, akik erdővel foglalkoznak, azok tudják, nem, hogy lábon nincsen, hanem ez még mak formájában jó esetben ott van megterítve az erdő avarján, vagy hát esetleg akár sarjak képében valahol máshol, ahol inkább az a fafaj honos, de hát abból aztán nem nagyon fogunk fűteni, én azt gondolom, és hát hiába olcsó valami, ha nem lehet kapni. Tehát itt is láthatjuk, hogy nem biztos, hogy jó irány volt és jó üzlet volt az, amikor a kifosztott emberek kaptak egy kis kárpóblási jegyet vigaszdíjként, és azt nem a saját földjeik visszaszerzésére fordították, hanem bizony kolónia bútorokat vettek belőle és perzsa szőnyegeket. Most azokat nézegethetik, illetve ha elfűtik, akkor képnapi tüzelőjük van, de talán az nem oldja meg hosszú távon a problémáikat. De hogy rátanulodjunk végre a célegyenesre, mi lenne a megoldás? Mert most aztán itt jó sok mindent magukra zúdítottam, de hát ebből valahogy ki kéne keveredni, és hát a megoldásra kéne rávilágítani, nem csak rám, mert én már teljesen megvakogható reflektortól, de csak viccelek. Tehát a megoldás, az mi szerintünk az, hogyha nem a külföldi multikat erősítjük, hogyha a magyar kormány, a mindenkori magyar kormány, hogy ne ezt elkézzen, vagy üssen már, mert hát ha van itt szimpatizánsuk is, és a végén még aztán majd valaki beárul engem ott a nagyházba. Tehát, hogy a mindenkori magyar kormánynak nem az lenne a feladata, hogy a külföldi multikat és tőkéseket támogassa, és óriási pénzösszegeket, milliárdokkal honosítsa meg őket itthon, rabszolga munkatartás céljából, hanem bizony ezt a pénzt én úgy gondolom, hogy az önálló magyar nemzetgazdaság felállítására kellett volna fordítani, és a magyar vállalkozókat kellett volna ebből támogatni. Konkrét példát szeretnék önöknek mondani, bizonyára hallották, bár az ország másik keleti felén található egy Debrecen nevű város, de gondolom, hogy arra mindenki hallott azért, második legnagyobb városunk, és hát ami az érdekessége ennek a városnak, hogy az ország legjobb termőtalajai, azok pont ennek a városnak a határában találhatók. Akkor hogyan lehetséges az, nem tudom, hogy ki volt az, aki esetleg külterületi részen szeretett volna építkezni, de aki esetleg ilyet csinált már, az tudja, hogy amikor ilyet szeretne tenni, akkor azt az adott területet ki kell vonni művelési ág alól.
akkor fel kell méretni, hogy ez milyen terület, milyen talaj, és a minőségi osztálynak megfelelően nagyon kemény borsos illetéket kell befizetni a magyar állam kasszába. De hát ezeken a területeken, ahol ilyen beruházásokat csináltak, ezek eleve olyan besorolású földek voltak, amit nem is lehetett volna kivonni soha művelési ág alól, hiszen különösen védeni kellett ezeket a területeket, mégis megtették, ráadásul 0 forint befizetésével, hiszen ez egy kiemelt fejlesztési cél volt, éppen ezért a magyar állam úgy gondolta, hogy lemond akkor erről az illetékről, és lemond mondjuk arról a 400 hektár termőföldről, amire a BMW gyárat építették, és az a 400 hektár, ez végül is nem többet tudott volna megtermelni, mint egy Debrecen méretű városnak, 200 ezer embernek az éves gabona szükségletét. Jó üzlet volt, ugye? Aztán most a legújabb őrület, és most már a debreceniek is kezd felnyílni a szemük, legközelebb majd oda látogatok talán, mert annyira már nem örülnek annak, hogy most 221 hektáron egy újabb ilyen cégóriás fogja megvetni a lábát, méghozzá egy kínai cégnek a személyében, akik akkumulátorgyártással fognak foglalkozni. Hát ugye az akkumulátorgyártás köztudott, hogy a legkörnyezet kímélőbb tevékenységek egyike, semmilyen terhelés nem jelent hál' Istennek a természetre, hogy mindenki nagyon boldog Debrecenben, és ezt a boldogságot tovább növelték azzal, hogy az 1 méter humusz réteget, termőterületet azt elvitték Németországba, mert ezt így kell csinálni. És hát tovább növeli a boldogságot az, hogy ehhez a technológiához, most kapaszkodjanak meg, tehát Debrecen az a város, ami az évszázad asszály alatt, ami idén volt, elvesztette a tavainak a nagy részét, mert azok kiszáradtak, illetve a nagy erdőnek a nagy része is kiszáradt. Reméljük, hogy még jövőre ez meg tud újulni. De hát a víz az nagyon csínyán volt megtalálható most nyáron ebbe a városba, és hát ennek a technológiának szüksége van óránként 1000 köbméter vízre. Óránként 1000 köbméter vízre, ami azt jelenti, hogyha ebből a talajból még kivesznek 1000 köbméter vizet óránként, hogy mindenki rájöhet nagyon gyorsan, hogy egész egyszerűen Debrecen és környékéből a legjobb termő talajinkból pontosan sivatagot fognak csinálni. És hát az a víz, én elhiszem, hogy semmilyen káros anyagot nem tartalmaz, és elhiszem, hogy teljesen beleillik majd a környezetbe, de mondjuk azokkal itatnám meg, akik ezt a gyárat megengedték, hogy ide telepítsék, és azokkal itatnám meg, akik ezt a technológiát ide hozzák Magyarországra. Na de hát most elmondtam nektek, hogy elvették a földünk, elveszik a vízünk. Hát valami üzlet azért biztosan benne nekünk is, hiszen nem olyan hülye azért a magyar állam, hogy magának csupa hátrányos dolgot engedélyezzen meg. Hát a jó hír, hogy 9000 új munkahelyet hoznak létre. Hát úgy, ahogy ürülik mindenki Vas megyébe is ennek. Csak hát a szomorú az az, hogy Debrecenben körülbelül pont 9000 munkavállalóval kevesebb már most is, tehát nem igazán tudjuk, hogy ez a 9000 munkahelyhez kéne van létrehozva. Mert hogyha mi gazdatestként kellünk, elveszik a földünk, elveszik a vízünk, ide jönnek és elfoglalják gyakorlatilag ezt a 221 hektárt, örökre terméketlenné teszik, és majd vendégmunkásokat fognak benne foglalkoztatni, és azok lelakják majd mondjuk a Debrecen városát is, akkor nem értem, hogy a magyar kormánynak, a magyar államnak, nekünk magyar embereknek, adófizetőknek ebben hol van az üzlet. Önök értik? Tehát látom, önök se igazán értik, hát mi sem. De hogyan fordulhat ez elő? Hogyan fordulhat ez elő akkor, amikor kétharmad felhatalmazás van egy kormánynak, nem kell a hülye ellenzéki pártokkal vesződni, hát önhatalmulag is azt mondhatná, hogy akkor itt a vége, ezt azonnal leállítjuk, hiszen nem vagyunk hajlandóak tovább károsítani szeretett anyaföldünket. Hát a helyzet az nem itt tart sajnos, hiszen ők sikerkommunikációként tálalják azt, amikor egy hasonló beruházás megint Magyarországra érkezik, és hát az a szűkebb hazámhoz közelebb van, Pesthez is igen közel van egy Göd nevű település, ott a Samsung gyáregység csinált egy óriási nagy beruházást, az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb beruházása Magyarországnak ez a Samsung, ahol ilyen telefon és multikommunikációs készülékek alkatrészeit fogják gyártani. Szintén senki ne aggódjon, semmilyen környezetszennyező technológia még a környéken sem lesz, úgyhogy senki ne aggódjon, mert már most is ebben a gyárban kazakok, meg indiaiak, meg kínaiak, meg koreaiak, meg nem tudom, akik dolgoznak, de magyar ember még véletlenül sem, vagy aki ott dolgozik, az ugyanazt a rabszolgamunkát végzi, és nagyon gyorsan odébb áll, mert nem magyar és nem fehér embernek való az a munka, amit ott végeztetnek velük. Na hát szép magyar jövő, ugye?
mindenki így gondolta akkor a magyar vidéket újra meghódítani. Hát én nem. Én megmondom őszintén önöknek, hogy én szerintem ez kimeríti a hazárulás fogalmát, hiszen itt olyan ökológiai lábnyomok letételéről van szó, amit nem a generációkon keresztül lehetséges, nem lehet helyrehozni, hanem szerintem mondjuk soha nem lehet helyrehozni. És hát egész egyszerűen nem lehet az, hogy ez a csodálatos ország ez egy hulladék lerakóként üzemeljen, annál is inkább, miután ma, ahonnan érkeztem a kongresszusunkon, ott az egyik pécsi vezetőnk mondta, hogy múlt héten voltam ott náluk, és hát ilyen szeizmológiai vizsgálatokat végeztek. Bementünk, ugye van ilyen kis országgyűlési képviselői kártyám, és hát azzal mindenhol beengedik az ember, de én nem szoktam használni, és annélkül is mindenhol bemegyek. És hát mondtam ott a lengyel személyzetnek, a magam permi ilyen mutogatós nyelvén, hogy hát valahogy értsük meg egymást, és mondják el, hogy pontosan mit csinálnak itt. Ez egy teherautón felszerelt konténer volt, teli monitorral, és hát azon mindenféle diagramok, grafikák és egyéb ábrák voltak láthatóak. Mi pedig azt láttuk, hogy a műúton 50 méterenként keresztül át van húzva valamilyen elektromos áramvezetésére szolgáló kanóc, és hát ilyen földszondákkal körülbelül megint ilyen 50 méterenként fel van térképezve az egész szemmel látható terület, ez szerintem több tíz, hanem inkább 100 hektár. És hát gyorsan kapcsoltak nekem egy magyar diszpécsert, aki megmutatott, hogy csak feltérképezik, hogy mi szunnyad, mi rejlik a magyar föld alatt, és hát mindenki nyugodjon meg, hogy ez a gáz nehézségek miatt van így, és majd a hazai gáztározóba fog érkezni ugye az itt megtalált gáz, vagy a kőolaj is, de hát mondjuk nem tudom, hogy akkor minek ehhez egy kanadai cég, meg miért lengyelek végzik ezt a munkát, de hát ezt csak ilyen zárójelben mondom. És hát ha ez nem lenne elég lesújtó és rossz, akkor ma pedig azt mondja ez a pécsi vezetőnk, hogy hát olyan információi vannak ott dolgozóktól, hogy hát atomtemetőt akarnak csinálni, és azért van ez a nagy cécó, persze a legnagyobb titokban és a legnagyobb csendben. Sikerült már kinyomozni, hogy már volt ilyen terv, hogy a Mecsekben egy atomtemető létesül, akkor a lakossági ellenállásra hivatkozva ezt meg lehetett akadályozni, tehát most az energiaválságra hivatkozva viszont bármit be lehet adni az embereknek, és állítólag ezt a projektet kivették a fiókból, leporolták és folytatják tovább. És hát megérteni az ember, hogy hát az olcsó, paksi atomerőmű által előállított áramnak valahol az atomhulladékát tárolni kell, hiszen 13 forintért megvehetjük most is ugye ezt az áramot, tehát ennyi belátásra mi is lehetünk. Jaj, nem, elnézést kérem, tehát mi nem vehetjük meg ezt az áramot ennél, nem tudom egyébként, hogy miért nem, meg hogy a háború és a háborús infláció az miért emelte meg azt a paksi áramot, ami eddig is ennyibe került, és ezután is ennyibe fog, és a vállalkozások esetében nagyon nem értjük, hogy mondjuk hogy lesz ebből 3-400 forintos áram, ami teljesen tönkre teszi őket. De hát azért lehetnénk egy kis belátásra, mégiscsak a miénk olyan, mint a Tanú című filmben, ugye, amikor a citromot el akarták adni narancsnak, és mondták, hogy egy kicsit ilyen halvány színű is, meg savanyú is, de hát a miénk. Hát ez az atomerőművel is így vagyunk. De hát a rossz hírem az, hogy itt nem csak a paksi atomerőmű atomhulladékját tárolnák, hanem Európa Uniós ilyen atomhulladék lerakat lenne, ami bizonyára megint csak semmilyen környezeti hatással nem bírna, és senkinek nem nő ki egy másik feje vagy karja mondjuk a hátából, mert hogy biztos nem lesz semmilyen radioaktív sugárzás. Tehát, hogy már teljesen elvettem a kedvüket, akkor igazság szerint ezzel csak arra szerettem rávilágítani, hogy az eddigi politikai döntéshozók vagy nem voltak tisztában azzal, hogy milyen óriási károkat okoznak ennek a nemzetnek, vagy ha tisztában voltak vele, akkor amit előbb is mondtam önöknek, ez kimeríti a hazaárulás fogalmát, és azt gondolom, hogy eddig lehetett várni, esetleg ölbetett kézzel, hogy mi fog történni. Hát, hogy nagyon sokan ezt tették, a fotelből nézték a televíziót, imádom ezt a szót, és várták a megoldást. És hát hol ide szavaztak, hol oda szavaztak, hát a megoldás nagyon nem jött, hiszen egy néninek egy standolásnál mondtam, hogy milyen érdekes, hogy eltetszik menni a fodrászhoz, politikáról ne beszéljünk velük, mert annyira megrögzöttek, hogy nem tudtam volna őket úgysem meggyőzni, ezért próbáltam egy ilyen kis csalafinta példával élni, és akkor eltetszik menni a fodrászhoz, aki megnyíri önt, és elrontja a frizuráját. Mit tetszik csinálni? Maradnál, vagy elmegy egy következő fodrászhoz? Hát ő inkább keresen egy következő. Eltetszik oda menni, megnyíri önt, és elrontotta a frizuráját. Most jön a fogós kérdés, mit tetszik csinálni? Maradnál, vagy visszamegy az előzőhöz, aki már egyszer elrontotta a frizuráját? Hogy lehet ilyen hülye kérdésem, hát keres egy harmadikat.
Hát köszönöm szépen, akkor nem értem, hogy egyébként ez a politikai kultúrában miért nem fejlődött ki így az országunkban. Miért hittük el azt, hogyha 8 vagy 12 évente, vagy 4 évente ugyanazt a szennyes alsógatját látogatjuk, akkor hogy akartunk itt patyolat politikáról beszélni? És fel kellett nőni ahhoz egy olyan egységnek, akik máshogy gondolják. Mi, ahogy mondtam is, a politikára nem célként gondolunk, hanem mi szeretett hazánk és nemzetünk szolgálatában egész egyszerűen annak megmaradásáért dolgozunk, hiszen ha nem fogunk érte dolgozni, ha nem fogunk érte tenni, akkor ezek a folyamatok és még ezer másik ránk leselkedő veszély, az fel fog számolni minket, és egész egyszerűen le fogunk kopni a térképről, nem lesz olyan, hogy Magyarország, itt most a demográfia adatokban már bele sem menni, de egész egyszerűen el fogunk fogyni. Nem tudjuk reprodukálni magunkat, nem vagyunk annak a tudásnak a birtokában, amilyen tudásnak mondjuk a nagyszüleink a birtokában voltak, nem tudjuk gyógyítani magunkat, nem tudjuk ellátni magunkat, nem tudunk magunknak ruhát készíteni, nem tudunk magunknak házat építeni, semmit nem tudunk, ez volt a cél, ugye, ez volt a nagyon fejlett 20. századi, vagy 21. századi civilizációs vívmány, hogy minden tudást, amivel mi már rendelkeztünk, azt elvettek tőlünk. És egy teljesen kiszolgáltatotti szolgasorba taszítottak minket, és a legtöbb ember most ezért függ a Tesco polcaitól, és amikor meghallja, hogy 2 forinttal emelkedik a gázolaj, akkor az első gondolat, hogy azonnal még azt a 3000 forintját beletankolja az autóba, hogy nehogy véletlenül előforduljon, hogy a Tescoig nem tud leugrani, mert akkor megállt az élet. De hát talán az élethez pont nem szükséges sem az üzemanyag, sem pedig a Tesco. Az élethez az a tudás és az az akarat, az a felfogás, ami szükséges, amit elvettek tőlünk. Éppen ezért a kezdeti lépésként ezt kell visszaadnunk a most felnövekvő legfiatalabb generációnak. Nekem 4 gyerekem van, én rajtuk szoktam modellezni, senki ne jegye meg, nem úgy, mint Dr. Mengele, hanem én úgy próbálom őket valahogy egy kicsikét tesztelni, hogy az én elvetemült elképzeléseim ők hogyan reagálnak. És képzeljék el, hogy voltam én polgármester, önkormányzat képviselő, megyei képviselő, tehát sehol nem álltam meg a helyemet, úgyhogy most ezért vagyok a parlamentben, és igazság szerint politizálhatnánk, járhatnánk Hawaii-ra nyaralni, meg hasonló fölösleges időtöltéssel mulathatnánk az időnket. Tehát én azt mondtam, hogy ezek egyszer itt, egyszer ott feltűnő pozíciók és titulusok, engem egyik sem fog a rabságába ejteni. Én ugyanaz a palóc paraszt gyerek maradok, aki eddig is voltam, és olyan hogy nem büdös a munka, mint ahogy eddig sem volt. És az én gyerekeimet nem úgy akarom látni felnőni, mint egy parlamenti képviselő gyerekei, akik majd sznobok lesznek a végén, és azt se tudják, hogy mi fánterem az a magyar föld vagy mezőgazdaság, hanem bizony, én mindig azt szoktam nekik mondani, hogy a munka nemessé tesz, és bármi lehetsz kisfiam vagy kislányom ebbe az életbe, de először dolgozni tanulj meg, hiszen az az életnek az alapja. Ha tudsz dolgozni, akkor te biztos, hogy fent fogsz maradni. Ha nem tudsz dolgozni, akkor egy kiszolgáltatotti sorba fogsz kerülni, és akkor sajnos az éppen aktuális hatalomtól, trendtől, világnézettől vagy világrendtől fogsz függni. Na hát mi ezt szeretnénk elkerülni, és éppen ezért nem csak a saját gyerekeinek szeretném ezt elmondani és kiterjeszteni rájuk, hanem egész egyszerűen mi azt gondoljuk, hogy a magyar oktatásban talán rengeteg olyan tantárgyat is akár, de biztos, hogy tudásanyagot lehetne kitörölni, amit hogyha a gyerekek nem tanulnának meg, akkor is épp egészséges felnőtteké válnának, és köszönjük szépen, ugyanúgy meglennének, mint így, hogy megtanítják velük ezt a sok semmit nem érő tudományt, viszont azt nem tanítják meg velük, hogy mi az az emberség, mi az a tisztesség, mi az, amikor óvjuk azt a környezetet, ami nekünk táplálékot, menedéket és minden más is megad, és hát nem tanítjuk meg a gazdálkodás legfőbb szabályai, most nem csak a földművelésre, vagy az állattartásra gondolok, hanem még a gazdálkodói szemléletre, vagy akár egy gyakorlatias viselkedésre való formálásra, tanítás is ez alatt értek, hiszen egész egyszerűen, hogyha megnézzük a most felnövekvő generációkat, akkor láthatjuk, hogy nem a legéletképesebb generáció, ami már itt a futószalagról lejött az évszázadok folyamán, hiszen egész egyszerűen semminek nincsen birtokában azok közül, amiket felsoroltam önöknek. Sőt, hát a szomorú valóság az az, hogy amikor ők felnőnek, akkor egész egyszerűen nem azt tervezik, mint amit mondjuk én terveztem, és hát tudom, hogy 60 évesek nézek ide, még csak 35 vagyok, hogy maradok azon a településen, ahol felnőttem, és ahol a dédszüleim is meg tudtak maradni, ott gondolom, hogy én is meg tudok maradni, és még remélem, hogy a dédunokáim is, hanem ők azonnal valami nagyváros szeretnének majd
valamilyen szinten vagy a munkahelyüknek választani, vagy a lakhelyüknek is. És hát ez legalább legyen Budapest, de az se baj, ha London, és őket már soha többé nem fogjuk látni. De hát ha őket nem látjuk, akkor kérdés az, ha belőlük világpolgár lesz, akkor mi lesz itt a magyar ugarral? Ki fogja ezt benépesíteni? Hát látjuk, hogy vannak önként jelentkezők, hiszen van nekünk aztán itt egy ilyen ómigráns csapat, akik 600 éve próbálkoznak, de eddig kevés sikerrel. És hát látjuk azt, hogyha esetleg bérfrissítésre lenne szükség, akkor most migránsból aztán nem kell a szomszédba menni, bár mondjuk oda is mehetünk, mert ott is van elég. De hogy azért jönnek úgy szép számmal harmadik, negyedik világbeli országokból. És hát ez az áradat, ez úgy néz ki, mint Petőfi Sándor Tisza című versében, hogy ez soha nem fog elfogni talán, hiszen szokták mondani bölcsen itt a hazai politikusok, hogy nem kell félni, hát nem hozzánk jönnek, hát ők a fejlett nyugatra vágynak. És mindig mondom nekik, hogy jó, értem én, hogy minden rakott szekérre fér még egy villával, de már van az a rakott szekér, amire nem. És egyszer Nyugat-Európa is ilyen rakott szekér lesz, és már nem fognak tudni Nyugat-Európába menni, be fog telni Nyugat-Európa, és akkor köszönjük szépen nekik az a föld, ami a miénk, tökéletesen meg fog felelni, hiszen ahonnan jönnek, ott már az is valami, ha nem lövik őket agyon aznap. Úgyhogy azt gondolom, hogy a mi országunk az nagyon gyorsan el fog kelni, ha mi nem tudjuk magunknak megőrizni, ha mi nem tudjuk a gyerekeinket úgy nevelni, hogy ezt megtartsák magyarnak a jövőben is, akkor egész egyszerűen, hogy a történelem működött és működik, ki fognak minket innen szorítani más népek, és ők fogják benépesíteni, hiszen tudjuk azt a mondást, hogy azért az ország, aki teleszüli, és hát tudjuk azt is, hogy ezek a ómigránsok vagy migránsok jeleskednek ebben a fajta időtöltésben, és ők aztán nem hagyják, hogy mondjuk a gyerekei világpolgárok legyenek és elmenjenek Londonba, hanem ők szeretik benépesíteni az éppen adott területeket. Éppen ezért, amit említettem önöknek, óhatatlanul fontos, hogy a legkisebbeket is már arra neveljük, hogy szeressék ezt a földet, szeressék ezt az országot, hiszen igazság szerint mindent megad, amire szükségünk van. Na de hát a nevelésen kívül mire lenne még szükség? Hát talán most a Covid ideje alatt láthattuk, hogy a diploma az egy hasznos dolog, de hogyha arra fanyolódik az ember és kénytelen mondjuk megenni, akkor 50 kalóriával lesz előrébb, és igazság szerint utána 2 órával már ugyanúgy fog korogni a hasa. Láthattuk, ahogy a szakmai hozzáállás, a szakmai beállítottság, egy jó szakma az sokkal nagyobb előnyt élvez, főleg akkor, hogyha mondjuk az az önellátás irányába mutat. És hát láthatjuk azt is, hogy talán most már egy kicsit átalakulóbban van fejlettebb országokban a világ, hiszen nem kell mindenkinek menedzsernek lenni, és még informatikusnak sem, hanem vannak olyan országok, ahol most már erre rájöttek, és szépen lassan megpróbálják visszaterelni arra felé a társadalmukat, amerre felé kell, hiszen nem lehet mindenki értelmiségi, valakinek dolgozni is kell, valakinek el kell látni a többi embert. De mi még itt Magyarországon ezzel nem igazán birkóztunk meg, hiszen az a réteg, aki el tudná látni ezt az országot, az jelen pillanatban a németeket vagy az angolokat szolgálja ki. És hát van egy réteg, akinek már előbb is említettem, ők viszont nem kiszolgálnak, de annál inkább követelőznek, és szeretnék, hogyha ők ingyen háborítatlanul élnének itt az országunkban. Éppen ezért azt gondolom, hogy amikor azt mondom, hogy rendet kell tenni, akkor az nem csak a közbiztonságra értendő, hanem rendszer szinten van rendetlenség ebben az országban. És hát én polgármesterként is csak úgy kezdtem neki a feladatomnak, hogy az alapvetéseket meghatároztam, annak mentén elkezdtem dolgozni, és aztán láttam egy-két év múlva, hogy az az irány, amit én felvettem, az jó, avagy még kell rajta egy kicsit csiszolni, és egy másik irányba kell mondjuk elindulni. És hát azt is látjuk, hogy a mi irányunk az egész egyszerűen nemhogy nem jó, hanem egészen pontosan a szakadék aljára vezet, és hogyha gyorsan nem rántjuk el a kormányt, akkor itt nagy problémák is lehetnek. Éppen ezért azt gondolom, hogy minden rosszban van valami jó, tartja a mondás. Ez a nagyon nehéz időszak, amit én megmondom őszintén, hogy nagyon félre várok, nem magam miatt, mert higgyék el, hogy nem öndicséret az, hogyha én azt mondom, hogy ilyen jéghátán is el fogok élni, és a gyerekeim is, hogyha minden jól megy, mert én erre nevelem őket. De már előre sajnálom azokat az embereket, akiket majd igyekszünk segíteni, de mindenki nem fogunk tudni, és nagyon-nagyon meg fogják sínleni az elkövetkezendő időszakot, hiszen egész egyszerűen tarthatatlan lesz most már az az állapot, amit mesterségesen generálnak, és úgy hívják, hogy új világrend. Hiszen a legalapvetőbb szükségletek, tudom az internet az, mert azért mentek ki a legtöbben az utcára,
én most azért az internetelés sorolnék itt még inkább három dolgot, hiszen talán a táplálkozás, a fűtés és a világítás az fontosabb lehet, mint az internet. És ez a három dolog azt gondolom, hogy a 21. században nem luxus. Mégis a magyar átlag keresetekből, amik tudjuk, hogy jó 500 000 forint fölött vannak nettóban, nem tudom mondjuk, hogy hol, nálunk Nógrád megyében még a felét se éri el, de a lényeg az, hogy a magyar átlag keresetekből ez a három legalapvetőbb dolog, ez már sajnos luxusnak fog számítani, és nem fog kijönni. És még most is nagyon sok ember egész egyszerűen kábult állapotban nézi a történéseket, de nem igazán érti. Már azért megjöttek az első gázszámlák, már megjöttek az első villanyszámlák, de még nem tudatosult bennük, és amikor Győrbe a rezsi megszorítások elleni tüntetésében fogalmaztam, hogy miért csak 100 ember van itt egy Győr városában, egy 130 ezeres városban, akkor azt mondtam, hogy azért, mert még nem fáj eléggé. De higgyék el nekem, hogy ősszel már mindenkinek fájni fog. Teljesen mindegy, hogy ki mit dolgozik, ezt mindenki meg fogja érezni. És hát ez talán azért lesz jó, mert hogy láttuk azt, hogy ebbe a fenn a nagy kényelembe, ebbe az emberek elkényelmesedtek. Ehhez hozzászoktak. Nagyon érdekesen működik a világ. Amikor az előző rendszer honolt itt az országunkban, akkor mondjuk nem nagyon lehetett magyarkodni. Nem vették igazán jó néven az akkori rendszer kiszolgálói, és nem nagyon lehetett a vallást gyakorolni. Mégis mindenki megtartotta a magyarságát, és mégis mindenki járt templomba, még akkor is, ha az ávósok néhányszért elvitték őket. Aztán jött a rendszerváltásnak hazudott módszerváltás, mindenki szabadon gyakorolhatja mindenféle vallását, mert most már minden el van ismerve vallásnak, és mindenki lehet büszkén magyar, mégse érzi már magát lassan senki magyarnak, és nagyon kevesen gyakorolják a vallásukat. Nem érdekes ez a világ? De mondom magam még egy ilyen párhuzamot, milyen érdekes, hogy milyen politikai pólus cserépre képes a világ, hiszen pont ebben a rendszerben, amiről előbb beszéltem önöknek, a kommunisták Moszkvából várták az ukázt, amíg a szabadságra váró emberek pedig Nyugat-Európát figyelték, és a szabad Európát hallgatták, hát ha majd onnan jön valami ihlet, és most eltelt fél évszázad, vagy most már lassan egy egész, és a kommunisták most jelenleg Brüsszelre vetik a szemüket, a szabad hazafiak, azok pedig most már jobb hiány Moszkvára próbálnak meg koncentrálni, hát ekkorát változik a világ. De ez hogy függ össze azzal, amit mondani akarok? Ez úgy függ össze vele, hogy ezek a nehéz idők, amik be fognak köszönteni, kénytelen, kelletlen, ezeknek talán annyi haszna lesz, hogy még azt a maréknyi embert, aki talán tud gondolkodni, azokat vissza fogja vezetni a helyes útra, hiszen van egy olyan mondás, hogy a jó idők, hogy is van, azok könnyű embereket hoznak, a könnyű emberek nehéz időket hoznak, a nehéz idők újra erős embereket hoznak, az erős emberek pedig újra jó időket hoznak. És hát ez a körforgás, ez én szerintem mindenki életében tapasztalható, ezt mindenki látja. És hát én most abba bízok, hogy a nehéz idők újra erős embereket hoznak, hiszen most már mentálisan, szellemileg és mindenféle erkölcsi és etikai értelemben el van fáradva ez az emberiség, el van fáradva ez a társadalom, és szükség van egy ilyen megújulásra. De hát ha már önfenntartó közösség, akkor ennek a megújulásnak az egyik fő kulcsa, az talán az lesz és az lehet, hogyha nem hagyjuk magunkat lederálni ebbe a húsdarálóban, nem hiszük el azt, hogy mi egyénenként kell, hogy ezt a világot éljük, nem hiszük el, hogy mindenkinek önmegvalósítani kell, hanem pontosan azt fogjuk tenni, amit az őseink is tettek, mi szövetkezni fogunk és olyan közösséget fogunk alkotni, akik átsegítenek majd minket, egyéneket, közösségi szinten a problémákon. És hát ezek a közösségek lesznek, én úgy gondolom, hogy az egyedül élhető formák, a többiek pedig el fognak veszni. Éppen ezért fontos, hogy ne csak itt velemen gyűjjünk így össze, ne csak itt próbáljunk meg tájékozódni arról, hogy milyen lehetőségeink vannak, hanem az ország több pontján próbáljunk meg ilyen rendezvényeket csinálni, és próbáljuk az erre fogékony embereket legalább visszaterelni a helyes útra. Megmondom őszintén, hogy polgármesterként is voltak célkitűzéseim, és hát most is igyekszem a jelenlegi polgármestert segíteni ezeknek a célkitűzéseknek a megvalósításában. De hát gazdálkodóként is volt nekem már egy régóta dételgetett ötletem. Akkor még nem értettem igazán, hogy ennek mikor lesz igazán szerepe, de aztán most megvilágosodtam én is egészen, és most már látom, hogy mi lesz ennek az értelme. Én
Amikor elkezdtem az életemet, akkor a velem egykorúak 18 évesen már ha volt rá pénzük, ha nem, akkor vettek fel provident hitelt vagy egyébet, akkor ők vettek valami 20 éves szakadt versenyautó látszatát keltő járgányt, amivel lerobbantak 200 méter múlva, és az összes fizetésüket egyébként benzinre költötték. Én valamiért, valahogy kilógtam a sorból, és hát én MTZ-t vettem, mondjuk ezzel a gyorsulási versenyeken némileg rosszabb eséllyel tudtam rajtozálni, de hát a munka szeretete az már megvolt akkor is bennem, és hát amikor a feleségem szekált, hogy hát minek ez a traktor, akkor még a barátnőm volt, aztán bizonyította, hogy meg tud maradni mellettem, úgyhogy elvettem őt pár évre rá, és hát mondta, hogy hát ő ezt nem érti, hogy most miért földeket kell nekem venni, amikor vehetnénk valami tényleg szép házat, és élhetnénk a gondtalan életet. És mondtam neki, hogy mindennek megvan a maga ideje és a maga szerepe, és azt gondolom, hogy a földvásárlás az előrébb van, mint mondjuk a házvásárlás, ahol lakunk, hál' Istennek, úgyhogy a földeket kell megvásárolni. És hát lassan, hogyha a jó Isten segít, némi banki hitellel fűszerezve, eddig 55 hektár büszke tulajdonosa vagyok saját erőből, most pedig amit eddig elértem saját erőből, azt végképp levágom, és egy másik 50 hektár szeretnék venni banki hitelből, hát így kell tönkretenni valamit, ami működik. De a viccet félretéve, a célkitűzésem az volt, és ahogy mondtam önöknek, amit kitűz az ember, ha nagyon akarja, akkor el tud érni, hogy egy 100 hektáros birtokunk legyen. De hát ennek a birtoknak mi hasznát veszük meg most, hogy miért meséljek amúgy is magunknak itt a saját birtokomról, ki a fenét érdekel? Hát azért mesélem el önöknek, mert én nem vagyok egy irigy típusú ember, 100 hektár az talán az én 6 fős családomnak az ellátásához, vagy hogyha tágabb értelemben veszünk, hogy 50 fős családunk az ellátáshoz, nem szükségeltetik, ugye ezt mindenki ki tudja számolni. Tehát akkor minek? Akkor biztos ladzolni akarok vele, vagy fellengzős dumát elejteni mondjuk egy ilyen önfenntartó közösségek esti előadásán, de nem ezért vásároltam, hanem azért, mert egy programot szeretnék életre hívni, és ennek az lenne a lényege, hogy hogyan lehet közösségileg gazdálkodni. Hogyan lehet egy adott birtokot mondjuk 50 fő helyett 50 családnak úgy hasznosítani, hogy az meg tudja adni nekik az egészséges élelmiszert, és úgy tudja nekik megadni ezt az egészséges élelmiszert, hogy nincsenek kiszolgáltatva mondjuk az AdBlue beszerezhetőségének, a növekvő üzemanyagáraknak, a növekvő mezőgazdasági input anyagoknak, a logisztikának, a szállítmányozásnak és egy ezer másik dolognak, hiszen ez egy nagyon kézenfekvő módszerrel működne. Ez úgy működne, hogy amit helyben megtermelnek a helyi gazdák, biztos munkahelyet teremtve ezzel nekik, azt helyben feldolgozzuk, újabb biztos munkahelyeket létesítve ezzel, és aztán biztos piacot is kell teremteni, helyben pedig értékesítenénk. És hát ez a modell, ez én úgy gondolom, hogy ez egy életképes modell lehet, én most azért dolgozok, és azért vásároltunk egy szövetkezettel, egy 700 négyzetméteres csarnok együttes, hogy ezek ne csak ilyen régóta dételgetett álmok legyenek, hanem ezt megvalósítsuk, egy ilyen élelmiszerfeldolgozó mini üzemet hozzunk létre, ahol a hús készítményekről a tej készítményekig, vagy a zöldség gyümölcs feldolgozásig, mondjuk a pékáruk létrehozásáig bármi megtalálható, hiszen elmondtam sokszor ott a településemen azokkal az emberekkel beszélgetve, akikkel ezt próbál megvalósítani, hogy megveszünk mondjuk ezt a csarnok együttes, és felülhetünk mi is az éppen aktuális trendre, gyárthatunk mondjuk autó alkatrészeket is. Tehát amikor majd be fog gyűrűzni a válság, és éppen a kamionból az AdBlue fog kifogyni, vagy üzemanyag nem lesz benne, és nem fog érkezni az alkatrészi a pénz, akkor sok mindent nem tudunk vele tenni, mert még megenni sem tudjuk. Ha viszont élelmiszert állítunk elő, akkor teljesen mindegy, hogy milyen rossz világ jön, legalább éhen nem fogunk halni. Szóval én nagyon szeretném ezt a szövetkezetet majd egy nagyon életképes formációvá alakítani, és remélem, hogy majd egy-két év múlva esetleg itt újra önök előtt állhatok, és akkor már arról számolhatok be, hogy igen, ez működik, és hogy ezt hogyan lehetne átemelni más országrészekbe is, hiszen egész egyszerűen ez a kiszolgáltatotti státuszunkat végképp el lehetne törölni, és a mezőgazdaságban az a csodálatos, hogy szinergiában minden összefügg mindennel. Hogyha megnézzük a mostani monokulturális nagyüzemi mezőgazdaságot, akkor gyorsan rájövünk, hogyha elfogyott a műtrágya, vagy legalábbis megfizethetetlen áron kapható, akkor a mezőgazdasági termelésünknek annyi, erre jó példát látunk most, hiszen a tavalyi árakhoz képest idén kétszeresére, háromszorosára nőttek a gabonára,
És hát most az input anyag árak megint kétszeresére, háromszorosára nőttek, ami azt jelenti, hogy ezek megint maguk után fogják vonni majd a terményeknek az árát is. És hát a rossz hírem az, hogy jövőre a legtöbb gazdálkodó ezeket az input anyag árakat, meg a megemelkedett energiárakat már nem fogja tudni megfizetni. Ami azt jelenti, hogy ha még véletlenül nem is kopik ki az adott szektorból, és valamilyen élettelen harcot tovább folytatva megpróbál fennmaradni gazdálkodóként, akkor egész egyszerűen az ő termés átlaga, ha lesz egyáltalán, pontosan meg fog feleződni. Ami mit eredményez újból? Újabb áremelkedéseket fog eredményezni. Na de hogyha mondjuk mi egy kishantos, itt szerintem a közönség nagy része tudja, hogy mi az a kishantos, kishantosi módszert próbálnánk megvalósítani. Ugye kishantos, azt hiszem, hogyha jól tudom, egy 430 hektáros kis biogazdaság volt, hiszen Ács József néha Sándor néha nevekkel néha bajba vagyok, mert elég sokat kell megjegyeznem, volt az, aki üzemeltette. Ő megpróbálta ezt bioeszközökkel üzemeltetni, volt egy szarvasmarha telepük, ahol egyébként a megtermelt szerves kágyát visszajuttatták a földbe, amit egyébként nem gyomírtóztak, mert mondjuk gyomfésűvel próbálták a gyomokat eltüntetni, és jól működött ez a rendszer. És körülbelül a nagy monokulturális termesztéshez képest egy 90%-os termés átlagot ők is tudtak produkálni, viszont a bekerülési költsége nem volt annyi, tehát még lehetséges, hogy versenyképesebb is volt ez a módszer. És hát erre felfigyelt a magyar kormány is, és mit gondolnak, elterjesztette ezt az ország több településén és más részeiben is, ahogy példajelleggel, példás statuálva megszüntette, és még bimbójában át a posta elfolytotta. Hát sajnos ez az utóbbi történt, hiszen láthattuk, ahogy itt a magyar földeket adták, vették, ahelyett, hogy nemzeti vagyonként, stratégiai vagyonként megtartották volna, és hát valamiért mindig, nem mondom, hogy kikhez közeli gazdálkodók vagy strómanok vették ezeket a földeket meg, és hát az elvetett biobúzát, vannak róla videók a legnépszerűbb videó megosztó csatornán, lehet látni, hogy sírnak ott azok, akik vetették, és hát szemrebbenés nélkül tárcsázzák ki azok, akik az új tulajdonosnak a munkáját, piszkos munkáját voltak kénytelenek elvégezni. Hát így kell valamit lerombolni. Viszont a példa az jó lehet, hiszen hogyha megpróbáljuk a természetnek a körforgását a mezőgazdaságba visszavinni, akkor mi nem vagyunk rászorulva mondjuk arra a műtrágyára, amit most aranyáron lehet venni. Nem vagyunk rászorulva a mindenféle földünket elmérgező és a rovarjainkat kiölő növényvédő szerekre, hiszen egész egyszerűen ezek nem szükségesek azok ahhoz, hogy termeljünk, és hogy valamilyen értéket állítsunk elő. És hát végeredményben ezzel oda akarok kilukadni, hogyha visszavezetnénk mindent arra a helyes útra, ahol szükséges, akkor talán ez egy sokkal jobb világ lehetne. Hát nagyjából én itt akartam önökre zúdítani. Mondtam aztán egy jó sok logikai összefüggés, remélem, hogy ezért sikerült követni. Két hete Nógrádi Györgynek voltam az előadásán, és hát amit elmondott, az betűről betűre úgy volt, de hát nagyjából, mivel én is hasonló témával foglalkozom, összeraktam a fejemben, de úgy döbbenve néztem a többieket, hogy most lesokkolta őket az öreg, mert aztán olyan dolgokat mondott, amit ott volt előttük, de valamiért mégsem láttak. Hát remélem, hogy én nem így voltam, és amit mondtam, az nem untatta önöket halára. A lényeg az végső motóként, hogy has, alkos, gyarapíts, és a hazafényre derül. Köszönöm szépen a figyelmet! Radics István itt a gyakorlati dolgok főszervezője. Őneki szeretnék egy nagyon-nagyon nagy köszönetet mondani, mert ezt az egészet ő szülte itt meg. Én nekem csak a programokban, meg az előadókban, meg az eseménynek a reklámozásában, létrehozásában volt szerepem, mindent a Pistinek köszönhetünk. Napok óta nem alszik, ott van hátul, egy nagy tapsot szeretnék neki, és egy nagy köszönetet. Három napja nem alszik az úriember, ő szponzorálta be anyagilag is az egészet, ennyire 5 millió mínuszban vagyunk.